gyakorlatot mutatta be magukhoz képest viszonylag közepes, tehát elég sokat rontottak. Igen, sokszor sajnos volt a földön is egy szallag, illetve rá is tekeredett egyszer-kétszer egy-egy tornászra. És mennyire szép a ruhájuk, görög motivumok. Igen, valószínűleg görög zenére lesz. Ők már Athénra készülnek. De nekik biztos helyük az olimpián, hiszen hogyha nem is szereznek itt kvótát, akkor is. Mint rendező ország. Igen, pontosan. Az olimpiai ezüstérmes csapat szerintem egy kicsit jobb képességű volt, mint ezek a lányok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ők nem jók. Hopp, 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 hopp! Ujj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 j
biztosan. Az biztos. Ez nagyon ötletes volt. Ez is szép volt, labdával labdát. Úgy összement egy kicsit a karika meg a labda, de sikerült elkapni a levegőben. Eltört egy karika! Jézusom! Úristen! Összetette. Igen, nagyjából. És megint szétnyílt. Megint. Jézusom! Új. Azt a mindenit. Talán a végét valahogy megúszták, de nagyon szerencsére a végén, de hát ilyet, hogy egy karika eltörik. Egy versenyen. Van rajta, ahol szét tud nyílni, vagy ez tényleg egyszerűen eltört? Hát attól függ, hogy milyen karikát használnak. Mi szimplán azt a hula-hop karikát szoktuk használni, össze szoktuk szögelni, így nem szokott szétnyílni. Eltört ez valószínűleg. Ezt a pehet, lehet, hogy nekik mégiscsak a hazai jogán fognak bejutni. Tornázik. Ő Camillo da Silva, 26 éves lesz decemberben. A brazilok az elmúlt időben nagyon sokat fejlődtek. Tavaly a New Orleans-i világbajnokságra azzal az edzővel készültek, aki most a magyar csapatnak az edzője, és vele érték el ezt az jó eredmény. Reméljük, ez nekünk is sikerülni fog ma. A brazilok maguktól nagyon sokat várnak, nem utaztak előtte egyetlen egy versenyre, és így nem nagyon tudjuk, hogy milyenek. Titkolták azt, hogy mit tudnak. Érdekesen kezdtek. Nagyon sokan használnak Safrido zenét. Igen, ez nagyon tapsos zene, és ezért a közönség szempontjából, illetve a bíróknak a megfogása szempontjából is fontos. Kim volt az egyik szallag.
Hopp, egy szalag a földön. A szalag kiérhet, ugye csak nem érhet a földhöz, tehát igen, kilóghat. Itt is egy rövidet dobott az egyik tornán. Igen, a szerek azok a levegőben lehetnek a piros vonalon kívül, de ha leér a földre, akkor az már pont levonással jár. Jaj, de jó, egyszerre van, és egyszerű mozdva, de nagyon látványos. Ezek az ugrások nem olyan nagyok azért. Hú, egy kézzel kaptam a másik szalagot is. Jó pofa volt. Itt is nagyon a szélén van. Ez nagyon jó, milyen picike kis helyen ugrik át. És itt a vége. Nagyon, hát tulajdonképpen szép, látványos gyakorlat volt, tehát... Igen, de nem volt nem. Szerintem annyira nagyon ötletes. Reméljük, meg tudjuk őket verni a végén. Most már itt mindenkit úgy kell nézni, hogy kik azok, akiket meg tudunk verni. Szerintem náluk jobbak vagyunk. Ők nem voltak még eddig olimpián, nem igazán szerepeltek. Ellenben most nagyon szeretnének menni. Érdekes ez a szalag is, az egyik hogy levágódott a földre, szegény. Szerintem ő az a idézőjelbe öregnek számító tornász. Itt van, amikor átugrik. Nagyon-nagyon kis pici lukat hagytak neki, hogy átugorjon. Bátor dolog. A tartalékversenyző pedig már másik dresszben várja a következő gyakorlatot. Általában cserélni szoktak. Volt egy idő, amikor kötelező volt cserélni. Edzőtől egy-két instrukció, illetve lehet, hogy a hibákat mondja. A pontszám ugye 3x10 pontból tevődik össze, és azokból vonják le a hibákat, amiket elértek. 21,1. Tehát a brazil csapat ezzel egyelőre 13. helyen állnak, ugye, de ők még csak egy gyakorlatot mutattak be. Az összetett versenyt megnyerték pénteken. És ugye 2000 olimpiai bajnokai is az orosz csapat. Nagyon jó rugással kezdtek. Veszélyesek ezek az összeakasztások, mert véletlenül összegabajodik két szalag. Szegények a gyakorlat végéig így nem bogozzák ki. Borgással dobnak. Nem biztos, hogy így akarták, talán zűrzavaros volt.
Ez is egy összeakasztás, nagyon érdekes együttműködés. Itt pedig zenére. Szeretik ezeket a zenei váltásokat gyakorlatokban. Igen, ez nagyon érdekessé teszi egy gyakorlaton. Kicsit menni kell ott a hátsó tornásznak. Ez is megvan. Ez se volt a legfontosabb. Ilyenkor az a baj, hogy ha 6 méterre van beírva, és nincs meg, akkor elvesztenek 2 tizedet. És ez nekik is egy eredet jelem a végén. És megvan. Ejtés nélkül, kisebb pontatlanságokkal nagyon jó gyakorlatot mutattak be. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hanyadik helyre pontozza őket a bíró. Bírók. 23,55-öt kaptak az olaszok, akik lehet, hogy azért talán pontosabban dolgoztak. Bár Oroszország mégiscsak a név is sokat számít. Hát szerintem ők előttük lesznek. 1996 óta szerepelnek az együttes kéziszercsapatok az olimpián, tehát azért mondunk csak 2 olimpiára visszamenőleg eredményeket, mert előtte nem voltak. Illetve még nagyon-nagyon régen, 1956-ban volt szertorna keretein belül, és talán nem sokan tudják, hogy pont az 56-os olimpián a magyar csapat lett az olimpiai bajnok. Ezen kívül még egy ezüstéremmel büszkélkedhetünk. És elsőt, igen, mégpedig elég magas pontszámmal, 25,2. Maximálisan 30 pont adható a gyakorlatokra, de hát ezt a 30